Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Jób könyve 37. részének 13. verséből szól hozzánk Isten igéje. Figyelj csak ide, Jób, állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. Az elmúlt napokon hallottunk arról, hogy Isten csodáit nem csak az ő teremtő hatalmában láthatjuk, hanem az ő szent fiában, Jézus Krisztusban, drága megváltónkban is. Ő maga mondja ezt János evangéliumában, az ő imádságában, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az örök élet feltétele. Ettől több nem kell, viszont ennél kevesebb nem elég. Aki Istent nem így ismeri, annak felül kell vizsgálnia Isten képét. Ki az ő számára Isten? Mit vall róla? Mit vall magának és másoknak, mennyei atyáról, mert az ő ember szeretete az ő szent fiában, Jézus Krisztusban jelent meg közöttünk. Jób azért tudott többet Istenről, mint barátai, mert ő családja, vagyona, egészsége elvesztésében, szenvedéseinek mélypontján is ezt vallotta, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. És ezt mondta, tudom, az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Sőt, amikor felesége látta azt a mélységet, ahol Isten beleengedte Jóbot, Isten megátkozására és öngyilkosságra biztatta, akkor ezt mondta a feleségének, úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk tőle. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. Éppen ezért Jób felesége és barátai nem tudják igazán vigasztalni Jóbot, mert hitben alacsonyabb szinten állnak. Mert nem érkeztek el oda, mint Jób, aki a könyv végén bűnt vall, Istennek áldozik, és még ő imádkozik az őt vigasztalni akaró barátaiért, hogy nyíljon meg szemük és szívük. Mindenható Istenünk ajándékozzon meg bennünket olyan hittel, amilyen Jóbnak volt, hogy minden körülményben együtt valhassuk az énekíróval, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ő az Isten, ki inségben az övéit megtartja, hát légyen, mint akarja. Amen.